Még egyszer. Igen, hogy koralberkenyék ezek itt lent. És amikor elültetjük őket, akkor így visszavág, és látszik is, hogy miért kell visszavágni, hogy elágazódjon, és sűrűsödjön, meg gyorsan gyökeresedjen. És nem tudom, miért a hang. És itt Novita van a vér, és ezek kicsik. Nagyon ezt itt lát. Itt látod, hogy itt visszavágtam, és közelről, ha megnézed, hogy mennyire el fog ágazodni, ugye még a legalsó részen és a visszavágás miatt a rejtett rügyek szépen kinőnek, ebből mindegyikből egy-egy vesző lesz, és akkor teljesen sűrű lesz. Ezért mondom mindig, jó, nyilván fölül sokkal erősebb a hajtásnövekedés, de szépen mindegyik alul látszik a visszavágás miatt, hogy még a legalsók is. Ezért nem lesz az, hogy felkopaszodik, hanem innentől kezdve a legaljától sűrű lesz. Ezért kell ültetés után mindig mindegyiket visszavágni. Még ezt is visszavágtam. Meg ezt is visszavágtam, a vékonyakat is. Hogy ilyen sűrű legyen, az összesen lehet látni, hogy mindegyiknél hajtanak az alsó rejtett rügyek. A fotiniát is visszavágtam ugyanúgy, és akkor szépen látszik, hogy mivel visszavágtuk, ezért elkezdett elágazódni, és mindegyiknél ez is, mint a babér, kihajtanak. Ezeken is látszik, hogy legalább 4-5 darab elágazódás van mindegyik visszavágásnál. Ezért vágjuk vissza ültetéskor, meg azért, hogy ne párolgatosson annyit, mert kap egy sokkot, amikor beültetjük, és ezért visszavágjuk, akkor kevésbé párologtat, és könnyebben be tudja keresedni. Úgyhogy ezért vágjuk vissza. Meg hogy könnyebben gyökeresedjen. Kevesebbet párolgatosson. A sűrűsödjön lemaradt, mert nem kapcsoltam bőt. Tényleg? A sűrűsödjön? Hát sűrűsödjön akkor. Sokasodjatok. A fákról. Ez a magnólia, rögzött magnólia, ez itt volt, csak átültettük onnan ide. Itt egy barack, ez már itt volt, csak ez nem bírta, aztán kitikkadt. Ezek például deres csenkeszek, és hogy feldobják a hangulatot ilyenkor. Tök jó, kékes. Szürkés, kékes színe van. Igen, a zöld mellett látszik. A zöld mellett nagyon látszik, hogyha ide jössz és innen nézed, akkor tök jó együtt, és betettünk egy ámrafát, ami hasonló levélzete van, mint a juharnak, de ez ősszel, ez ilyen narancsos, pirosas, narancsos színe lesz. Jól fog kinézni, jól fog mutatni. Itt egy megyfa, ami szerintem monéliás, meg is fagyott, amikor éppen virágzott. Ezek a bokrok. Kápul, van orgona, meg vannak ilyen ezüst bokrok, ezüst fák. Látszik ilyen az új hajtása, ilyen pöttyös, hol ezen látszik a legjobban, és apró pöttyös, ilyen mediterrán kertbe tök jól néznek ki. És illatos a virága, amikor virágzik, és ilyen apró kis pöttyök vannak rajta. És tök szép, tövény örökzöld.